igazán megtisztelő ma itt a 101. Science Café előadást tartani, és nagyon örülök, hogy ilyen szép számban összegyűltek itt. Ahogy Zsuzsa is említette, a Médvilágnapi alkalmából igyekeztünk egy, egy érdekesebb előadást összeszedni a mézekkel kapcsolatos kutatásainkkal. Az előadás során szó lesz a méhekről és a jelentőségükről, arról, hogy mi is ez a méz, mik a fontosabb összetevői, illetve hogyan is épül fel valóban egy kutatás, amiben a mézeket vizsgáljuk, mivel foglalkoztunk, illetve fogunk arról is beszélni, hogy miközel is van egymásnak a mézeknek és az atombomba robbantásoknak. Szó lesz arról, hogy meddig jó a méz. Viszont elsőként szeretném bemutatni a kutatócsoportot, ahol dolgozom. Én már hatodik éve vagyok a környezetanalitikai kutatócsoport tagja. Kutatásaink során főként biotikus és abiotikus indikátorok alkalmazási lehetőségeit vizsgáljuk természetes és antropogén eredetű szervetlen szennyezők minőségi és mennyiségi viszonyainak feltérképezésére. Ezek nagyrészt interdisziplináris kutatások, tehát más, más kutatócsoportokkal együtt működve dolgozunk. Ilyen kutatásaink például a városi porok, illetve a tűzi játékok után maradt szennyezések vizsgálata. Továbbiakban még kutatási témánk a gyógyszerhordozó fémtartalmú nanorészecskék vízi ökoszisztémára gyakorolt hatásainak tanulmányozása, például Zebradánió vagy dafniák vizsgálata segítségével. Ezek mellett még vizsgáljuk humánbiológiai és, és állati eredetű minták elemösszetételét is, például olyan autoimmun betegségeknél, mint a Sjörgen szindróma vagy a szisztémás lúpusz, hogy ezen betegségek milyen hatással vannak egyes elemekre a szervezet homeosztázisát tekintve illetve a Magyar Természettudományos Múzeummal együttműködésben lehetőségünk volt olyan időkapszulákat vizsgálni, mint például a múmiák. Ezen kutatás keretei közül többek között a, a váci múmiákat is volt szerencsénk vizsgálni. Itt pár szóban csak annyit eltenék róluk, hogy az elemanalitikai kutatások például megerősítették, illetve alátámasztották a váci múmiák között lévő egyik házaspár foglalkozását, mégpedig Kolb Ádám és Kolb Veronika ö, patikusok voltak, és a 18. században még bevett szokás volt az ólomtartalmú tartalmú kozmetikumok, illetve gyógyszerek használata, és a házaspár mindkét tagjának például a, a csontjaikban nagy volt az ólom koncentrációja. Volt szerencsénk egy nemzetközi együttműködésben is dolgozni, ahol egyiptomi múmiákat vizsgáltunk. Legnagyobb kutatási témánk pedig, ami ugye természetesen élik a mai nap előadásához, a hosszabb időperiódusra integrált környezeti változások felderítésére vonatkozó kutatások, mézek és méhészeti termékek komplex összetétel elemzésével. Hogyan is jöttek a mézek, illetve miért is foglalkozunk maguk, magával a, a mézzel? Miért érdekes például ennek a vizsgálata? Egy-két érdekességgel kezdeném az előadásomat. Az első ilyen például a bizonyára mindenki hallott arról, amikor 2019-ben a Párizsi Notre-Dame-székesegyház teljes tetőszerkezete leégett. Itt a felbecsülhetetlen kár mellett volt egy akut környezetszennyező hatása is, mégpedig a tűzön kívül amiatt, hogy a Székesegyház tető szerkezete a 18. században lett felújítva, és a szerkezeti anyag nagyon nagy mennyiségben tartalmazott olmot. Ahogy itt az ábrán is látható, a tűz idején április 15-én a az uralkodó szélirány kelet-délkeleti volt, és például az ebben a szélirányban található mély kaptárak felé vitte ugye maga a szél az aeroszolt, és ennek hatására pedig ugye az ott lévő méhekben, illetve az általuk termelt mézben is nagyon megnőtt az ólomnak a koncentrációja. Úgyhogy többek között ezért is nagyon érdekes és nagyon fontos vizsgálni a mézek összetételét, mind élelmiszeranalitikai, mind pedig környezetanalitikai szempontból. Egy másik érdekes tény, lehet, hogy erről is többen hallottak már, a színes mézek. Ugye a mézek általában ilyen sárgás, barnás, az akát nagyon ritkán enyhe zöldes színűek, de azért olyan, hogy piros, kék vagy ilyen sötétzöld méz legyen, olyan még nem fordult elő, kivéve egyszer Franciaországban. A képen itt a valós színes mézek láthatóak. Ez pedig úgy keletkezett, hogy egy csokoládégyárból, a Mars és az M&M's csokoládégyárából származó élelmiszeripari hulladékra kezdtek el rájárni a méhek, mint hogy egyszerűbb volt nekik megenni az M&M's cukorkának a bevonatát, mint mondjuk a virágokra rászállni és belőlük szívogatni a nektárt. Hát így viszont nagyon nagy káruk lett a méhészeknek, azon kívül, hogy nagyon vicces és nagyon érdekes, ugye látszik a méz összetételén, hogy hogy egészen csoki barnától a méregzöldig mindenféle színben előfordultak. Ugye sajnos ezek a mézek azon kívül, hogy nagyon érdekesek, egyébként eladhatatlanok, nem fogyaszthatók, így egyébként jelentős kárt is jelentettek maguknak a méhészeknek. Ha már a méhészetnél tartunk, akkor beszéljünk egy kicsit a méhészet szerepéről Magyarországon. Ugye azon kívül, hogy a a méztermelésnek nagy gazdasági jelentősége van. A méhészet a lakosság egy részének fő vagy mellékállásban, mellékállásban ugye tevékenységként jövedelmet biztosít, az országnak pedig egyébként jelentős exportbevételt. Ö, Emellett ugye fontos maga a méz a lakosság egészséges, kiváló minőségű méhészeti termékekkel történő ellátása miatt, illetve még egy nagyon-nagyon fontos dolog, az pedig a méhészet, mivel ugye ez a mezőgazdaság szerves része, és a kaptártermékek előállításán kívül a nagyon fontos szerepet tölt be az ökoszisztéma fenntartásában a növények beporzásán keresztül. Ezen az ábrán Magyarország 2009-es, tehát elég régi, de sajnos nincs erről jelenleg még újabb adat. Mésztermelésének a megosztása látható, vagyis ugye az európai, a világ méztermelése, azon belül pedig az európai. Magyarország elég előkelő helyet foglal el, egyébként Európa szinten második a méztermelésben. Nagyon érdekes, hogy a Magyarországon termelt méz 50%-a akácméz, amit ugye a magyar méz 80%-át pedig külföldre exportálják. Ugye, ennek a jelentős része a akácméz, melyet nem is feltétlenül akácmézként forgalmaznak külföldön, hanem más mézekhez keverve minőségjavítóként. Ugye a méhészet után beszélünk el, ugye, magukról a méhekről is, akik igazából ők végzik a legnagyobb munkát. A méhészeten kívül ugye az ökoszisztémában is nagyon fontos szerepük van a méheknek. Ugye a virágos növények 87%-ának, köztük pedig a legfontosabb termesztett növényeink háromnegyedének a beporzásáért felelősek. Úgynevezett szupergeneralista beporzók, ez azt jelenti, hogy nem csak egy-egy fajta virágra járnak, hanem az összes virágzó növényt beporozzák központi szerepük van a mezőgazdaságban. Nagyon érdekes, hogy a méhek a harmadik legfontosabb házi állatok, és ugye az élelmiszeripar szempontjából is nagyon fontos ugye a méz előállítása. Egy kevésbé ismert tény a méhekről, hogy kiváló bioindikátorok. Ugye a mézgyűjtés során kivannak téve a különböző káros anyagoknak, melyek például bekerülhetnek a kaptárba, ahol később kimutathatók akár az élelmiszerként felhasználható mézben is. Hogyha feltételezzük, hogy egy kaptárban átlagosan csupán 10 ezer dolgozó mély van, ez egyébként inkább olyan 40-50 ezer szokott lenni, és hogyha ez a 10 ezer dolgozó mély egyetlen egy nap alatt mindössze ezer viráról gyűjt mézet, vagyis nektárt is virágport, akkor az egy nap alatt gyűjtött méz mintegy 10 millió interakció eredményének tekinthető. Mindezt pedig a méhek a kaptár körüli 7 négyzetkilométernyi területet járnak be, és ugye ennek során érintkezésbe kerülnek a környezettől. Ezáltal válnak a méhek kiváló bioindikátorra. Ja, mi is az a méz? A, a magyar élelmiszerkönyv szerint kettőféle mézet különböztethetünk meg az egyik ugye a nektárméz, amely a növényi nektárból ö, származik, a másik pedig az édes harmatméz, amely pedig a leveleken élősködő, hát végül is levéltetvek által kiválasztott édes folyadékot gyűjtik a mézek. Ez a felső képen látható. Ugye mindenki állt már szerintem egy nyári tavaszi idő, autóval, meg mondjuk olyan helyen, amikor elállt onnan, akkor látta egy ragadasztélvédő. elvédő. Na az az édes harmat, amit a mézek is nagy előszeretettel gyűjtenek. A másik pedig ugye a nektár a nektárgyűjtés, ugye abból áll a nektár eredetű méz. Úgyhogy alapjában véve ezt a két nagy mézfajta típust különböztetjük meg. Ugye ezeken belül is még a méz harmat mézek között is megkülönböztethetünk erdei mézeket, fenyő mézeket, vagy harmat mézeket, illetve a nektár eredetű mézeknek nagyon nagy csoportja van. A legfontosabbak számunkra az akát és a fűméz, melyek hungarikumként szolgálnak. Ezeknek a mézeknek a meghatározó minősítő paramétere, azok közül is az egyik legfontosabb a pollen tartalom. Ugye a mézharmat mézekben, mivel nem nektár eredetűek, bennük nagyon kevés pollen található, csak amennyi éppen ráragad a méhekre. A nektár eredetű mézekben pedig ugye, amikor, mivel a méhek a virágokat látogatják, ez ugye rájuk ragadnak a, a pollen szemcség, így a mézek egyik nagyon jó minősítő paramétere a pollen tartalom. Ugye attól függ, egy, hogy milyen minőségűnek tekinthető egy méz, hogy milyen mennyiségben található benne ez az, az adott pollen, és ekkor tudják egy egy x százalék felett fajta méznek nyilvánítani, különben pedig nem lehet fajta mézként eladni, csak kevert vagy vegyes virág mézként. Ja, miből is állnak ezek a mézek? Bizonyára mindenki tudja, hogy ugye a mézek ugye nagyon édesek, úgyhogy nem meglepő, hogy ez a fő összetevői a cukrok. Ezen belül is ugye a glükóz és a fruktóz, a cukrok a 80%-át adják a mézek összetételének, ez majdnem ilyen fele-fele arányba oszlik meg a glükóz és a fruktóz között, ez attól függ, hogy éppen milyen fajta mézet vizsgálunk. Például azok a mézek, amelyek hamarabb kristályosodnak, mondjuk mint a repceméz, bennük sokkal több a glükóz, az akát mézben pedig a fruktóz aránya a nagyobb. Emellett még pedig tartalmaznak olyan 17-20%-ban vizet. A többi összetevő egyébként nagyon-nagyon kevés a vízhez és a cukorhoz képest. Ezek ugye még a fehérjék, aminosavak, vitaminok, antioxidánsok, ásványi anyagok. Ugye a mézeknek bizonyára mindenki hallott már, az egészségre gyakorolt pozitív hatásáról, ugye a népi gyógymód is mit ajánl, ha fáj a torkunk, ígyunk egy kis mézes át, szopogassunk egy kis mézet. A virágport egyébként alkalmazzák még úgynevezett roboráló szelként, például, hogyha valakinek nincs étvágy, akkor a virágpor étvágynövelő hatással is bír, és egyébként nyilván ugye benne is nagyon-nagyon sok antioxidáns, illetve vitamin található. A propolisztokták még gyomorbántalmakra szedni a propolis cseppet, illetve a mézet még az ókorban a sebek ellátására, ellátására is használták, ugye a mézzel be feltétlenítés céljából a nyílt sebeket. A méz számos összetétele felelős egyébként annak antioxidáns hatásának kialakulásáért. Ilyenek lehetnek a flavonoidok, a fenolsavak, az aszkorbinsav, azaz a C-vitamin, bizonyos enzimek, karotinoidok és az úgynevezett malárd reakció termékei. Ezek közül vannak meghatározva a méz úgynevezett minősítő paraméterei. Tehát amikor ö, megveszünk egy mézet mondjuk ö, valamilyen polcról, akkor az valószínűleg már minősítve volt, tehát nem véletlenül kerülhetett ki oda. Ilyen minősítő paraméterek a cukortartalom, a nedvességtartalom, a pH, a diasztáz aktivitás és a HNF tartalom, amiről később még fogunk beszélni, ugye a pollen tartalom, amit, még, amit már korábban említettem, a prolin tartalom, a fenolos vegyületek és még nagyon-nagyon sok más vegyület. És hogy mik is befolyásolják ugye, ezeket az anyagokat, ezeket a vegyületeket a mézben. Az egyik ezek közül a geológiai és a botanikai eredet. Tehát, hogy földrajzileg honnan származik ez a méz, milyenek az ott lévő talaj geokémiai adottságai, mi a botanikai eredete, tehát melyik virágfajról, vagy mondjuk milyen mézharmadból származik. Befolyásolják a lokális szennyezések és a környezeti hatások, van-e mondjuk valamilyen ipari tevékenységet végző cég a közelben, vagy esetleg előfordult-e valamilyen környezetszennyezés. Befolyásolják a mézek összetételét az időjárási viszonyok, a pergetési és a tárolási körülmények, tehát hogy hogyan nyerjük ki a mézet a, a keretekből, a, mé a mésejtekből és ezek után pedig hogyan tároljuk? Régi rozsdás, vagy esetleg ilyen horganyzott bádok tartályokban, vagy mondjuk műanyag mézes hordókban. A tárolás során mondjuk egy hideg, sötét pincében vannak tárolva ezek a mézek, vagy mondjuk egy fényes kis kamrában. Ezek nagyon-nagyon fontosak. A mézek összetétele, tehát ugye függ a botanikai és a geológiai eredettől, és a Környezeti hatásoktól, ugye ezáltal lesznek a mézek is a környezet kiváló indikátorai, és ahogy korábban már hangsúlyoztam, vizsgálati, környezetvédelmi és élelmiszerbiztonsági szempontból is nagyon fontos. És hogy munkánk során ezekhez mérten az alábbi célkitűzéseket tettük. Elsőként hazai termelőktől származó mézek összehasonlító elemzését szerettük volna elvégezni, ahol az ásványi anyag tartalom és az elemi szennyezők koncentrációjának meghatározása mellett botanikai, illetve geológiai eredetű kapcsolatokat szerettünk volna feltárni a mézek gyűjtési terület, valamint a nektártadó növényfajok között. Ezek mellett célunk tűztük ki a mézek alkalmazhatóságának vizsgálatát hosszabb időperiódusra vonatkozó környezeti változások indikálására, valamint a minták korának független meghatározását radiokarbon módszerrel, majd a minták elemösszetétele származási idei, botanikai és geológiai eredetek közötti összefüggések elemzését, valamint a mézek eltarthatóságának vizsgálatát, az 5-hidroximetil azaz a HMF koncentrációjának vizsgálatán keresztül. Hát így indul egy kutatás, de azért ehhez kell még valami, ami nagyon fontos. Megvoltak a laborban az eszközeink, megvoltak a vegyszereink, megvoltak a műszereink is, Nagy, viszont nagyon hiányoztak maguk a minták, illetve a vizsgálati módszerünket is még ki kellett találni, hogy ha már megvannak ezek a minták, ugyan mégis hogyan fogjuk őket vizsgálni hogy arra gondoltunk, hogy hát akkor keresünk méhészeket, kerestük őket az interneten, e-mailben, tettünk felhívást az újságcikkekben, illetve személyesen is megkerestük őket, még kimentünk terepre is a méhészetekbe, hogy adjanak már ugyan nekünk egy kis mézet. Hát nagy meglepetés volt, mivel a méhészek egyébként nagyon-nagyon kedvesek voltak, és mindenki nagyon nagy számban adakozott. Itt a kis macis mézes kezdve a majdhogy nem szerelmes levélig mindent küldtek. Küldték kis mintavevőben, dobozban, zsákban, zacskóban hát ö, mindenféle kis joghurtos pohárkákban, illetve érkeztek még zacskóban is lelaminálva mézek. Hát volt olyan minta sajnos, hogy hiába küldtek belőle sokat, ö, nagyon sok minta volt úgy, hogy mondjuk leesett róla a címke, nem volt ö, rendesen megjelölve, hogy ez milyen fajta, vagy honnan való, ö, elveszett mellőle a cetli valahogy a postázás során, vagy egyszerűen csak összeragadtak és összefolytak, és nem tudtunk velük sajnos mit kezdeni azért szerencsére ebből volt a kevesebb. Kimentünk terepre is mintát venni, ez a, a ettől a méhész bácsitól közel 90 mintát kaptunk. Neki a pincébe egy ilyen összeeszkábált mézes hordók tetején, egy konyhaszekrény asztallapon történt az úgynevezett idézőjeles terepi mintavételünk. Nagyon fontos a mézek mintavételénél és a vizsgálatánál, hogy nem szabad őket melegíteni, hiszen vannak benne olyan vegyületek, amelyek mondjuk melegítés hatására elbomlanak, mások pedig melegítés hatására képződnek. Viszont ugye nyilván nem hozhattuk el az egész mézesüveggel tőle, úgyhogy ebből ki kellett vennünk egy olyan kis térfogató mintát, ami ugye reprezentálja az egész mézesüveg tartalmát. Úgyhogy ilyenkor üvegbottal, műanyag steril eszközökkel próbáltuk felkavarni a 20-30-40 éve leülepedett mézet hogy egy reprezentatív mintát tudjunk belőlük venni. Ezek mellett még egyébként nagyon érdekes, hogy a méhész nem csak mézgyűjteménye, hanem ásványgyűjteménye is volt. Úgyhogy, hogyha valaki kedvet kapna ásványgyűjtemények elemzéséhez, akkor a kontaktot meg tudom hozzáadni. 2016-ban kezdtük a mézgyűjtést, ennek során 187 darab magyarországi mézmintát tudtunk szerezni hazai termelőktől. Majd ezt a mintagyűjtésünket 2018-ban folytattuk, hogy azokat a területeket, amelyek nincsenek teljesen lefedve, sikerüljön lefednünk. Ekkor 361 darab mintát tudtunk még szerezni. Majd 2019-ben az előbb említett. Uh, méhésztől uh, és más méhészeti múzeumoktól, más termelőktől 89 darab uh, mézmintát uh, tudtunk uh, szerezni. Ezeknek nagyon nagy különlegessége, hogy ezek a minták nem 2019-ből származtak, hanem 1959-től 2018-ig minden uh, évtizedet legalább egy mintával lefedve majd folytatva a mintagyűjtést gyűjtést, ösztöndíjas időszak alatt 29 darab macedón mézet vizsgáltunk, majd pedig 2020-ban egy együttműködés kerete között 132 darab mézet kaptunk az Egyesült Államokból. Ezeknek is nagyon nagy különlegessége, hogy, hogy ők is egy nagyobb időintervallumot fednek le. Majd pedig uh, idén 22 darab, bocsánat, 35 darab mézet kaptunk uh, Albániából, úgyhogy így uh, 833 méz mintával dolgoztunk, ezek csak azok, amik eddig még meg vannak számolva, illetve már valamilyen szinten uh, elkezdtük a velük való munkát. Úgyhogy így már megvoltak a minták, uh, úgyhogy az első célkitűzésünk ugyan mézek ásványi anyag tartalmának a vizsgálata volt, Mit is kell tudni a mézek ásványi anyag tartalmáról? Ugye beszéltünk itt a mézek összetételéről, ugye látható, hogy az ásványi anyag tartalom a nektár eredetű mézekben 0,1-0,2%-ot tesz ki, harmad eredetű mézekben pedig 1% körül. Ezek közül is a legfontosabb makroelemek, amelyek előfordulnak benne a kálium, ugye a növényi eredet miatt a kálium az az elem, amely a legnagyobb mennyiségben előfordul a mézekben. Ezt követi a nátrium, kálcium, magnézium, a foszfor és a kén. Mikroelemek közül pedig a vas, mangán, cink, réz és a bor. A méz egyébként egy borban kifejezetten gazdag élelmiszer. Ugye a méz környezeti indikációjából kifolyólag, ugye ezeknek az elemeknek a mennyisége korrelál a geológiai és a botanikai eredette, illetve a lokális szennyezésekkel, így ugye kiváló indikátorai a környezetnek és információt adnak a nektáradó terület állapotáról. Ugye megvoltak a mintáink, meg volt az is, hogy mit szeretnénk csinálni, és akkor az ehhez ö, 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 kapcsolódó minta előkészítés kellett ugye, elkezdenünk. De ugye itt voltak nagyon-nagyon régi mézek, ugye ahogy itt a képen is látható, szinte majdnem mint egy cseppkőbarlang, úgy néztek ki. Úgyhogy itt a, az egyik legnehezebb feladat, mert ott adód hogy nyissuk ki valahogy ezeket a mézes üvegeket. Ha kinyitottuk, akkor ugye keverjük őket fel, és vegyünk ki belőlük egy nagyon kis részletet. Ugye nagyon hosszú állás során ugye több fázisra is szétválnak ezek a mézek, úgyhogy felkevertük őket, majd fél grammot mértünk ki mindössze mindegyik mézbe. Ezeket tömegállandóságig szállítottuk, majd pedig az elemanalízishez egy úgynevezett atmoszférikus nedves roncsolást alkalmaztunk. Tudni kell, hogy az elemanalitikai méréseket a szerves anyag tartalom zavarja, ezért salétromsav és hidrogénperoxid elegyével a mézekben lévő szerves anyagokat elbontottuk, melyet, ahogy látható a videón, eléggé heves nitrózus képződés kísért. Ugye az oxidáció során a mézekben lévő cukrok, illetve más szerves anyagok széndiokszidra és vízre bomlanak, és ugye a, a salétromos pedig ugye nitrózus gázok keletkeznek. Ugye ennek vég, végeként ugye megkaptuk azokat a mintákat, amiket most már tudunk elemezni. Ezek ilyen víztiszta minták voltak már, tehát nem is hasonlítottak mézekre. A, a vizsgálat során 4 makró és 15 mikroelem koncentrációját elemeztük ezekben a mézekben, egy úgynevezett mikrohullámú plazma atomemissziós spektrométerre, ami itt látható a képen. A munkánk egyik eredményeként megállapítottuk, hogy az elem tartalmukban az egyes mézek a nektárodó területeket tekintve nem különböznek egymástól szignifikánsan, ugye kis ország is vagyunk, illetve ez a, lehet, hogy ez a 187-es szám még ez nem fette le teljesen az országot. Ugye itt az elemanalízis primer eredményein statisztikai analízis szoktunk végezni, hogy a szemmel nem látható különbségeket ezek a a statisztikai módszerek jobban láthatóvá teszik. Itt ugye 7 darab Magyarországi régiót vizsgáltunk, amelyet ugye a NUC rendszer szerint osztottunk fel. Nektárló területek függvényében azt lehet elmondani, hogy kettő nagy Magyarországi régió különült el, mégpedig Közép-Magyarország és Nyugat-Dunántúl, de ők is csak éppen a többi régiótól. Nektáradó növényfajok tekintetében viszont már sokkal erősebb szeparációt láttunk. Itt a 11 vizsgált növényfajból, vagyis nektáradó növényfajból 5 különült el, ezek közül is legjobban a gesztenye mézek, melyek egyébként a legnagyobb elemtartalommal rendelkeztek a vizsgált 11 mézfajtából. Uh, volt szerencsénk uh, nem csak mézeket, hanem méhészeti termékeket, különleges uh, mézeket is, is vizsgálni. Ugye nem meglepő, hogy ezek közül is a virágpor uh, rendelkezett a legnagyobb ellentartalommal, melyet a mélykenyér uh, követett majd ugye lehetőségünk volt egy kicsit kitekinteni tényleg a nagyvilágba, és hasonló elemzést elvégezni 132 darab amerikai mézmintán. Ezek főleg Észak-Amerikából származtak, viszont ez a 132 mint a 27 különböző nektáradó fajta, és 22 különböző nektáradó területről, mint egy 1700 kilométeres távolságról származott. Egy viszonylag nagy időintervallumot fedett le 1955-től 2020-ig, viszont itt elvétve találhatók, elvétve, elvétve voltak benne találhatók olyan mézek, amelyek lefettek volna minden időintervallumot, így itt hosszú távú környezeti rekonstrukciós térre nem tudtuk alkalmazni egyenlőre ezt a mintasort, de a jelenkori mézeket analizáltuk. Az itt látható statisztikai ábrákon megpróbáltuk valahogy szétszedni ezeket a mész típusokat az elemtartalmuk alapján. Hát ilyen nagy összesítésben sajnos ezt így nem sikerült, viszont hogyha kisebb statisztikai csoportokra osztottuk az eredményeinket, akkor az látható, hogy például, hogyha csak a vadvirág mézeket nézzük, akkor az elkülönül, hogy ez a vadvirág méz mondjuk Floridából vagy Észak-Karolinából érkezett, ez nagyon szépen látszik az ábrám, majd pedig, hogyha úgy különítettük el a mézeket, hogy mondjuk csak azokat a mézeket vizsgáljuk, amelyek Floridából érkeztek, akkor ott elkülönültek az egyes mézfajták. Ugye vizsgáltuk itt is az átlagos elemtartalmát ezeknek a mézeknek. Ugye nyilván nagyon különlegesek számunkra, hiszen nálunk nem élnek olyan fák, mint mondjuk ez a savanyúfa vagy sóskafa, amely a legnagyobb elemtartalommal rendelkezett a vizsgált méztípusok közül. Ugye volt szerencsénk például szabalpálma mézet is elemezni galagonya mézet, illetve narancsvirág mézet is kaptunk. Ugye ez aránylag kis ásványanyag tartalommal rendelkezett. Ugye a mézek, mint kiváló környezeti indikátorok lehetőséget adnak nekünk arra is, hogy környezeti rekonstrukciós célra alkalmazzuk őket, hogyha megvannak hozzá a megfelelő mintáink. Itt ugye, ahogy már említettem, egy termelőtől egész nagy mintaszámú mézeket kaptunk, melyek lehetőséget adtak nekünk arra, hogy például megvizsgáljuk azt, hogy mondjuk a mezőgazdasági területek túlhasználtsága megmutatkozik-e a mézek ellen tartalmában. Nagyon fontos, hogy a mézek egyedi tulajdonsága az, hogy gyakorlatilag korlátlanul eltarthatóak. Ugye nem sokan láttak már még olyan mézet, mondjuk, ami fel lenne poshadva, vagy mondjuk úgy, úgy nem romlik meg, mint mondjuk egy pixelámi, vagy egy szálkolbász, viszont ennek köszönhetően ugye benne az ásványi komponensek nem szenvednek változást a hosszas tárolás során, és így alkalmazható környezeti rekonstrukciós célokra. Ez a hosszú távú régi mézes kutatás igazából úgy indult, hogy kaptunk egy telefont a Benti Egyetemi vezetékes telefonunkon egy nagyon idős méhész bácsitól, hogy hát ő, viszont, ő bizony 1994 óta minden évben minden termelt méztípusból eltette egy üveggel, és ő csak arra várt, hogy valaki ezt megnézze már neki. Hát ennek nagyon megörültünk, de közben megszakadt. A vonal, és még csak vissza se tudtuk hívni, de valahogy sikerült újra elérnünk egymást. Úgyhogy itt tőle 63 mintát kaptunk, amelyek 1994-től 2018-ig idő, 2018 tartó időintervallumot fettek le. Majd 2020-ban visszamentünk hozzá, és ugye személyesen gyűjtöttünk még tőle nagyobb térfogatot minden mintába, és 2019-ből és 2020-ból is. Az összes régi méz, amelyek Magyarországról származnak, összesen 89 mézminta volt, ezek közül akárc minták voltak a legnagyobb mintaszámban, számban, 29 darab, majd repce, napraforgó erdei és vegyes virágmézek, és ugye 1958-tól 59 től 2018-as, vagy inkább 2020-as időintervallumot fettek le. Főként az akátmézekről fogok mesélni, hiszen ők érkeztek a legnagyobb mintaszámban. Ugye egy botanikai és egy geológiai eredetük volt a 29 mintából 23 mintának, ami nagyon-nagyon egyedi. Ugye az elemanalízisüket a korábban már említett es technikával végeztük, valamint a Debreceni Atommakutató Intézet munkatársaival együttműködve elsőként végeztünk radiokarbon kormeghatározást a mézeken. Ugye, amint már említettem, a mézek ásványanyag vagy elem tartalmánál, ugye a legnagyobb mennyiségben előforduló elem bennük a kálium. Itt igazából a kálium mennyiségében az évek függvényében nem látható semmiféle tendencia, semmiféle szignifikáns változás. Viszont egy másik fontos makroelem a bor, amelynek ugye látható, hogy növekvő tendenciát mutat az évek függvényében. Ez igazából betudható a talaj fizikai kémiai változásainak, vagy akár a mostanában már egyre jobban használatos bortartalmú lomtrágyáknak, illetve műtrágyáknak. Kettő darab mikroelemet mutatnék még be, amikben látunk valamiféle tendenciát, vagy valamiféle érdekességet. Az egyik ezek közül a cink. Ugye a cink az egy eszenciális elem a szervezet számára, ugye a mézekben is megtalálható, viszonylag kis mennyiségben. Ugye amit látható, hogy a régi mézekben sokkal-sokkal nagyobb cink tartalmat mértünk, mint az újabb jelenkori mintákban. Ugye ezt például indokolhatja az is, hogy a mézeket, ilyen horganyzott vagy bádok, valamilyen cinket is tartalmazó edényben tárolják. Ugye tudni kell, hogy a mézeknek a kémhatása savas, és ugye ennek során képesek kioldani például cinket a cink tartalmú horganyzott hordóból. Ugye a méhészeti technológia is fejlődött az idők során, manapság már nem alkalmaznak szinte csak műanyag hordókat, ez pedig nagyon szépen látszik is a mézek elemösszetételében. A másik ilyen uh, elem pedig az ólom. Ugye ólomot elvére nem kellene tartalmaznia a mézeknek, viszont itt a régi mézekben volt uh, nem sok, egy nagyon kevés ólom, de ez is sokkal több volt a nullánál, ugye, amit szinte a jelenkori mézekben mértünk. Ugye ez betudható annak is, hogy ugye, régebben, még a 90-es évek előtt, uh, olmazott benzint alkalmaztak, illetve uh, Budapesten ólomgyár is működött. De ez nagyon szépen lecsengett a jelenkori. Uh, 1990-es évektől található mézekben. Egy olyan érdekes összefüggést találtunk viszont a mézek, az akácmézek összetétele és a májusi csapadékösszeg között. Amit látható itt a májusi csapadék összeg a szürke, a mézek összelem tartalmával nagyon szépen korellá. Ugye ezt annak tudhatjuk be, hogy az akác virágzás általában május vége, június, most igazából, hogyha kinézünk, vagy kimenjünk, láthatjuk, hogy itt most virágzik az akác, kicsit most korábban van. De ugye ez a, az, a csapadék tartalom, tehát hogy mennyi eső esik májusban, annál több e, igazából az akát elem tartalma. Ez ugye az akácnak a vegetációs periódusának tudható be, e, hogy valószínűleg, hogy mennyi nektár tud mobilizálni. Ezeket az eredményeket is, a primár elemanalitikai eredményeket is, alávetettük statisztikai analízisnek. E, ugye ennek során e, ugye a régi mézeket, a származási évtizedeik szerint csoportosítottuk, és itt is nagyon szép elvállás láttunk a legrégebbi és a legújabb méz csoport között, valamint amikor a mézeket csak azt a 23 mézet vizsgáltuk, amelyek egy termelőtől, egy, egy, egy nektáradó növényfajtól származtak, ott pedig már mind a három származási évtizedet sikerült elkülönítenünk egymástól. Ugye az akátmézek mellett még vizsgáltuk napraforgó és repcemézek tartalmát is. Ugye ezek közül a napraforgó mézeket tudom még kiemelni, ott találtunk ilyen különlegességeket, mint például, hogy a napraforgó mézek vastartalma csökken az időben. Hogy ez miért lehet, vajon a talajok kimerülése miatt, ezt pontosan nem tudhatjuk, de akár okozhatja a. a a mézek csökkenő vastartalmán, a levegő növekvő szén-dioxid tartalma is, ami a növények tápanyag tartalmára úgy néz ki, hogy csökkenő hatással van. A mézek ólom tartalma az akác mézeknél található tendenciát követi, nagyon-nagyon szépen csökken a frissen mézekben. Itt is megpróbáltunk statisztikai analízis végrehajtani, nagyon szépen elkülönültek egymástól a különböző mézfajták, illetve amikor a napraforgó mézeket a származási évtizedeik alapján csoportosítottuk, itt is el tudtuk különböz, meg tudtuk különböztetni a régebbi és az újabb mézeket egymástól csupán az elemtartalmuk alapján. És most jön talán az egyik legérdekesebb kérdése az előadásomnak, hogy mi köze van egymáshoz úgy igazán a méheknek, a mézeknek és az atombomba robbantásoknak. Ugye a méz, mint a növényi eredetéből adódóan szoros kapcsolatban van a légköri széndiokszid radiokarbon tartalmával. Mi is az a radiokarbon? Ugye a szénnek három izotópja van, a 12-es szénizotóp, amely a szén 99%-át adja, a 13-as stabilizotóp még, amely 1%-át adja, és a 14-es izotópú szén nagyon-nagyon kis százalékát adja a a, például a széndiokszid összetételének. Um. Ez a 14-es radiokarbon keletkezik egyébként kozmikus sugárzás hatására is, valamint amikor nukleáris atombomba kísérleteket hajtottak végre, akkor is nagyon-nagyon nagy mértékben keletkezett ez a szénizotóp. Itt látható ugye a az atombomba kísérletek, az atombomba robbantásoknak a száma. Ugye 1963-ban aláértek az atomcsend egyezményt, ezután a lecsengett. Ezt a radiokarbont egyébként lehet például kormeghatározásra is alkalmazni, a felezési ideje 5730 plusz 40 év. A mézek radiokarbon tartalmát viszont még nem vizsgálták. Ugye a mi régi mézeket is tartalmazó sorozatunk független korának meghatározására kiválóan alkalmazható lehet ez a módszer. Ezt a meghatározást egy úgynevezett gyorsítós tömegspektrométerrel végzik el, melynek fotója itt látható. Ezt a, ezeket a méréseket pedig az atommakutató munkatársai végezték el. Itt látható ugye a, a mézek illeszkedése, az akát mézek illeszkedése az úgynevezett radiokarbon bomba csúcsra. Úgyhogy a régi mézekkel kapcsolatos környezeti rekonstrukciós kutatásaink összegzéseként megállapítható, hogy a mézek nem csak a jelenkor környezeti állapotának az indikátorai, hanem régebbi, hanem régebb időkre vonatkozó információt is őriznek. Alkalmazhatunk a nektárodó területen végben természetes és antropogén folyamatok feltérképezésére. Bebizonyítottuk, hogy a méz jól használható kormeghatározásra, mivel a radiokarbon bomba csúcs jelen megfigyelhető a mintákban a itt kidolgozása került MPAS módszer az AMS kor meghatározással kapcsolva, lehetővé teszi pedig a régi mézek alkalmazását környezeti változások rekonstrukciójában, archeológiai és biológiai kutatásokban. Akik esetleg jobban érdekeltek ebben a témában, akkor kettő publikációnk van, ami eddig megjelent, és ezek pedig úgynevezett open access publikációk, tehát bárki számára nyíltan elérhetők. A mai nap másik nagyon izgalmas kérdése még, hogy tényleg nem romlik meg a méz? Tényleg jó a méz? Tényleg ehető -e? Ugye miért nem indul romlásnak a méz? Tehát miért nem, miért nem kezd mondjuk megpenészedni ez a méz? Ugye ennek az egyik oka a nagyon nagy cukortartalom, amelyben ugye nem élnek meg a baktériumok, illetve a glükonsav és a hidrogénperoxid még az, valamint a kis víztartalom, ami a baktériumokat meggátolja a szaporodásban. De attól, hogy ezek a baktériumok mondjuk nem tudnak feltaporodni a mézben, valóban ehető is mondjuk az a méz, amit 5500 éve egy piramisban tettek el, és mondjuk mostanában megtalálták a régészek? Megenné azt mondjuk valaki? <laughs> Ugye erre vannak a mézek minősítő paraméterei, hogy megnézzük, hogy hiába néz mondjuk ki jól az a méz, vagy hát nem tudom, hogy egy, pár ezer éves méz mennyire nézhet ki jól, de hogy, hogyha mondjuk megennénk, lenne -e tőle valami bajunk. Ugye az egyik ilyen minősítő paraméter a hidroximetil az azaz a HMF tartalom, ez a vegyület a cukrok bomlása során keletkezik, melyet például gyorsíthat a, a hő, a fény, a savas kémhatás. Ugye a régi mézes mintasorral lehetőségünk volt vizsgálni a mézeknek a HMF tartalmát egész hosszú időre visszamenőleg. Ugye van egy egészségügyi határérték a hidroximetil furfurol tartalomra, amely nem más, mint 40 mg per kg. Ugye akármézek esetében ezt a 40 mg per kg a mézek 5, azaz 5 év alatt elérték, repce, illetve napraforgó mézek esetén pedig egy év alatt elérték ezt az egészségügyi határértéket. Egyébként ez a hidroximetil furfurol minden olyan élelmiszerben előfordul, amelyben előfordul cukor is, tehát a gyümölcslében is van valamennyi HMF. Nyilván a polcokon kapható gyümölcslében ugye határérték alattinak kellene lennie, mint pedig ugye a polcokra kerülő akácmézekben is. Tehát a kérdés az, hogy megromlik-e a méz, illetve fogyasztható-e a méz, azt kell, hogy mondanom, azt kell mondanom, hogy igen, ez a méz megromlik, hiába szemmel nem látható, azért nagyon-nagyon régi mézet ne együnk. Az előadásom végén három darab ilyen útravaló üzenetet szeretnék adni. Az első pedig az, hogy a mézek minőségére mindig a termelő adja a garanciát, úgyhogy igyekezzünk hazai termelői mézet fogyasztani, ne pedig szupermarketből vásároljuk ezt, hanem támogassuk a hazai méhészeket. Tároljuk megfelelő körülmények között a mézeket, igyekezzünk úgy tárolni őket, hogy ne érje őket se meleg, se pedig nagy hő. Valamint a régi és különleges mézeket pedig ajánljuk fel kutatási célra. Szeretném még egy programajánlót is mindenki figyelmébe ajánlani, ez pedig a Magyar Természettudományi Tudomány Múzeum, és a Múzeumban című tárlata, ami nem régen nyílt meg. Illetve szeretném megköszönni a rengeteg közreműködő kollégának, hiszen ahogy az előadásom elején hangsúlyoztam, ez egy interdisziplináris kutatás, így nagyon-nagyon sokan veszünk benne részt. Most én vagyok az, aki ezeket az eredményeket prezentálta. És nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket.